Sziasztok, kedves barátaim! Nem sokára kezdődik egy nagyon jó kis tréning, az Ayurvédáról szóló. A test, a tudat és a lélek. Erről lesz szó, és ezen a tréningen mi fog történni. Több témát fogok érinteni. Egyik a téma az, hogy megtanuljunk, hogy hogyan működik a testünk, mi a kapcsolat a mi testünk, és az elemek, és az univerzumok között, hogy vannak különböző testtípusok, és meg fogunk érteni, hogy miért egyiknek gyógyszer, másiknak a méreg, miért egyiknek lehet ezt enni, másiknak lehet azt enni. Mikor megismerünk a testtípusokat, a különbségeket emberek között, ugyanakkor kapunk egy jó kis képet, mert általában ember előbb-utóbb érzi valami problémákat egészséggel, és kezd kutatni interneten, könyvekbe, és azzal találkozik, hogy egyik könyv mondja, így csináljál, másik könyvbe úgy csináljál, másik könyv mondja, így áll teákat, harmadik könyv azt mondja, hogy illatok, vagy a színek, akkor valahol tudjunk olvasni, hogy akkor böjtöljél, és mindegyik meggyőző, de mikor ember kipróbálja, akkor sokszor kiábrándul, mert annyira nem segít neki. Ezért, mikor túl sok mindent elolvas az ember, akkor egy ilyen kása keletkezik a fejébe, ilyen össze-vissza. Az Ayurveda polcukra fog minden rakni, hol, minek a helye, és ember tiszta képet kap a testtől, és ugyanakkor a tudatról is. Ugye azért az Ayurvédát úgy is neveznek, hogy pszichoszomatikus, amit azt jelenti, hogy nem csak a testet kell gyógyítani, nem csak a testtel foglalkozik, hanem a tudattal. Ugye van nagyon sokszor, amikor az ok nem a testbe van, nem a testbe kell szüntetni meg az okot, hanem a tudatba. Például nem kell gyógyszert szedni ember, csak meg kell tanulni máshogyan viselkedni, vagy gondolkodni máshogyan, és ember meg tud gyógyulni. Ezeket fogunk tanulni Ayurveda tréningen. Megtanuljunk megállapítani saját természetünket, milyen természetű a testem, a másoknak is. Ugyanakkor az Ayurvédának egyik fő feladata az megtanítani embert elkerülni betegségeket, vagy megelőzni betegségeket. Mert a testünk kommunikál velünk, és mi azt is fogunk tanulni, hogyan kommunikál velünk a testünk, és mikor érzünk valamilyen kommunikáció a testünkről, akkor lehet változtatni megfelelő, vagy a táplálkozás, vagy a pihenés, vagy valami sok minden más lehet. Ugyanakkor fogunk tudni segíteni másoknak is, valamilyen szinten, nem pont nagy gyógyításokban, mert ez egy alap tréning, amit mi tanulunk. Hogyha majd lesz szükség, akkor kicsit mélyebben fogunk menni. De ahhoz, hogy valaki nagyon komoly ayurvéd orvos legyen, ahhoz nagyon sokat kell tanulni és gyakorolni. De viszont ahhoz, hogy én értsem, mi történik a testemmel, mit kell tegyek, hogyan megelőzzek a betegségeket, ugyanakkor könnyen kisebb diagnosztizálást tudjak csinálni az én barátaimnak, családtagjaimnak, ahhoz elegendő lesz ez a tréning. Egyik mantra is lesz, amit fogunk tanulni, amelyiknek a részéről most elmondom. Sarve bhavantu sukhinam, ami azt jelenti, hogy legyen mindenki boldog. Ugye az Ayurveda orvosoknak van egy meditáció, ő nem a pénzért csinálnak, hanem akarják, hogy mindenki legyen boldog, senki se szenvedjen a betegségektől, és mindenki legyen elégedett, és békében éljen. Ez a tudatállapot, amelyiket majd mi is fogunk próbálni gyakorolni ezen a tréningen. 2 napos lesz, akkor még egyszer a témákat, egyik téma lesz ez a testüknek a felépítése, a védikus rendszer szerint, ami egyezik akár az univerzum felépítésével. Utána megbeszéljünk, hogy hogyan az ízek hatnak a testünkre, a test felépítése szerint, milyen titkok vannak a táplálkozásban. Utána megtanuljunk a ritmusát, ugye az egész univerzumnak van egy ritmusa, hogyan vibrál, ugyanúgy a testünknek is van egy ritmusa, egy vibrációja, és hogyha mi megfelelő tevékenységeket teszünk a vibrációhoz képest, akkor mindig egyensúlyban és harmóniában lesz a testünk,
Ugyanakkor egy kicsit fogunk beszélni még a tudatról, hogy a tudatban van harmónia és békesség, akkor a testben is lesz harmónia és békesség és egészség. Kérem, aki szeretne, jelentkezzetek a tréningre, a posztban megjelent telefonszámokra vagy e-mail címekre, és akkor majd találkozunk, és együtt tanulmányozunk az ajurvédát, ami végtelen, tökéletes tudás. Köszönöm szépen, mindenkinek szép napot kívánok! Hare Krishna!